Kedves mindenki, nagy szeretettel üdvözlünk benneteket a Balatonmen 2012 estén, délutánján. Program szerint, ahogy ígértük, egy kis kerekasztal beszélgetést fogunk végrehajtani. Van egy-két meghívott vendégünk, akiknek jelenlétét nagyon-nagyon szépen köszönjük. Itt mellettem balra, piros felsőben Csőke Balázs köszönhetjük, aki az utóbbi években hosszú távú specialistaként mutatkozott be. És nem csak Magyarországon, de már külföldön is igen sokat versenyez, erről majd beszél, hogy jelenleg most a világban hol tartózkodik, merre van. Illetve nagy szeretettel köszöntjük a most színpadot támadó Boronkai Petit, aki paratriatlon világbajnok, Európa-bajnok, sőt idén is van egy Európa-bajnoki címe. Ők lesznek a beszélgető partnerek, illetve szeretettel várjuk majd még Kropkó Pétert. Láttam őt, de Péternek sok dolga akart, én bízom benne, hogy hamarosan megérkezik. Hát és adnám a szót elsőképpen Csőke Balázsnak, és azt szeretném, hogy honnan érkeztél most, mert úgy tudom, hogy Svájc, Amerika, tehát sok minden van most a repertoárban. Honnan jöttél? Hogy vagy? Jelenleg Svájcból érkeztem, tehát az elmúlt két hétben Svájcba tartózkodtam, előtte pedig Amerikában voltam most már több mint egy éve, és Svájcba, illetve bocsánat, Texasba indultam az Ironman-en május 18-án, utána két hetet tartózkodtam Svájcba, és akkor most már lassan másfél, illetve lassan két hete Magyarországon vagyok, és itt készülök. Pár éve külföldön folytatod a sportkarrieredet, itt Magyarországon is, mint legjobb úszó tartottak számon. Hogy jött neked a Svájc, mint lehetőség, és hogyan alakultak az elmúlt évek? A Svájc, mint lehetőség egy szerencsés véletlennek köszönhetem, még is mondhatom így. 2007-ben indultam ott az első nagy Ironman-en, ahol sikerült elsőnek kérni a vízből, és ott egy helyi úszóiskolának a vezetője meglátott engem, és utána találkoztam, beszélgettünk vele, aki felajánlotta nekem, hogy esetleg lenne ilyen a lehetőség, hogy én Svájcba kint dolgozzak, és sportoljak, így felváltva, tehát félállásban dolgozok, félállásban sportoljak. Ez tartott ugye egy pár évig, és aztán ahogy egyre jobb eredményeim lettek, ez változott át úgy, hogy egyre több edzés lett, egyre kevesebb munka, és akkor igazából két éve tudtam magamnak azt, vagy két éve jutottam el arra a szintre, hogy nem kell többet dolgoznom, hivatalosan, tehát nem kellett bejárnom sem dolgozni, hanem mint profi sportoló tudok továbbiakban fiatalozni. Hát ez egy nagyon tényleg ezt mondom, hogy egy sikertörténet, hiszen számos magyar versenyző, illetve profi határon mozgó versenyző küzd azzal a problémával, hogy a napi munkáját és a felkészülést nehezen tudja összeegyeztetni. Talán egy picit előre szaladtam ezzel a dologgal, de rögtön szeretném megszólítani Boronkai Petit, aki szerintem ugyanebben a cipőben jár. Neki nagy tervei vannak, és hát Péter azon a határon van, hogy ugye a napi munkája mellett és a megfelelő edzések, illetve a versenyekre való eljutás az nem egy könnyű történet. Hogyan tudod ezt mégis áthidalni? Szia Péter! Szervusztok, köszöntök mindenkit! Igen, hát nekem még ez a lehetőség nem adatott meg. Igazából lassan úgy látom, hogy nem is nagyon lesz rá leális esélyem, hogy itt ebben az országban erre lehetőségem legyen. De egy ilyen félprofi státuszt azt azért azt gondolom, hogy azt ki lehet erőszakolni még ezen a szinten is. Most is azért azt kell, hogy mondjam, az egyik fő szponzorom, a munkahelyem, aki elnézi azt, hogy most éppen rohanok edzésre, és kicsit lehet, hogy egy fél órát kések, mert éppen úszni vagyok. Nyilván ez egy nehéz műfaj, önmagában is egy elég nehéz területen dolgozom, én halmozottan súlyos, hátrányos helyzetű, középsúlyos és értelmi fogyatékos gyerekekkel foglalkozom, elsősorban állami gondozott gyerekekkel, egy gyerek otthonban dolgozom, mint család és utógondozó, nekik az ügyes-bajos dolgaival foglalkozom. Ezen felül mindenféle jótékonysági területen tevékenykedek. És hát ezt igen, valóban nehéz összeegyeztetni, ezt egy profi sportkarrierrel.
de hát, mint említetted, nekem is vannak céljaim. Itt most ezen a versenyen a speciál távon fogok indulni. Azt kell, hogy mondjam, idén még nem tekertem 180 kilométert, a legtöbb talán egy 3-4-szer tekertem ilyen 160 körül. Úgyhogy kíváncsian várom a holnapot. Illetve ez egy nagyon jó felkészülés nekem, hiszen ugye itt szóba került Svájc, Balázsnak ott indult a idézőjebb a profi sportkarriere a Zürichi Ironman-en, ahova idén meghívást kaptam, és közel 2000 résztvevőből egyedül és sérült sportolóként fogok részt venni. És azt gondolom, hogy ez mindenképp egy nagyon nagy dolog. Úgyhogy kint fogom teljesíteni, ha minden jó vagy életem első Ironman-jét. Úgy tudom, hogy egyébként a verseny egyik támogatója, jelenlévő Nutrend csapat is támogat részben, illetve alakult Harsányi Zsuzsi és László Bence együttműködésével ez a Long Distance Triathlon Team, aminek a pólóját is viseled. Mire specializálódott ez a csapat, illetve mi az a forma, amiben te részt tudsz venni? Igen, hát ez egy nagyon jó kezdeményezés, hiszen az elmúlt években nem volt ilyen, hogy csináljanak egy ilyen hosszú távú triatlon csapatot. Egy ilyen zárójeles, válogatott csapat ez tulajdonképpen. Az Zsuzsáik nagyon sokat dolgoztak azon, hogy olyan emberkéket szedjenek össze ebbe a csapatba, akik különböző korosztályokban a dobogós helyeken ott szoktak állni, akár országos bajnokságon, akár nemzetközi szinten. Több nemzetközi eredmény is van azért. Illetve én úgy kerültem a képbe, ugye, hogy én kicsit kakukktojás vagyok, egyrészt azért, mert parasportoló vagyok, másrészt meg még nem vagyok Ironman. Még, igen. Illetve több azért belecsúszik ebbe a kategóriába, ugye a féltávú versenyek is, abból meg már azt hiszem egy 5-6-ot meg még csináltam. Úgyhogy remélem, hogy hosszú távon fogunk tudni együttműködni. Én nagyon szurkolok ennek a kis csapatnak, illetve ennek a megmozdulásnak. Több fajta szponzorációs és együttműködős dolog van éppen folyamatban. Többek között ugye a Nutrend-del van már konkrét megállapodása a csapatnak. És hát innentől kezdve ugye az én, megmondom őszintén, nekem is volt egy-két olyan kapcsolatom, amit fel tudtunk használni erre a kis team összeállításra, és kicsi segítséget tudjunk nyújtani a csapatnak, akár egy neoprén ruhában való kedvezményes vásárlás, vagy sportszemüveg, úszó felszerelés, futóruházat, stb. Úgyhogy remélem, hogy kiforja ez önmagát, és egy nemzetközi csapatot is fogunk tudni ehhez majd igazítani. A hosszú távú sportkarrier után persze ez lesz a mai nap témája főleg. Egy pici kitérőt szeretnék veled tenni. Ugye az, hogy a paraolimpián a triatlon az 2016-ban Rio de Janeiro-ban lesz első alkalommal olimpiai sportág. Gondolom neked, ahogy én tudom meg a korábbi kapcsolatunkkal beszélgettünk arról, hogy neked ez a cél, hogy szeretnél oda kijutni. Addig még ugye négy kemény év van. Erről néhány szót szóljál, hogy hogyan tudod ezt megvalósítani, illetve szerintem ez egy jó fórum arra, hogy felvessünk néhány olyan kérdést, hogy valójában hogy tudnak neked segíteni. Igen, hát ez egy, hogy is mondjam, ugye 4 év az nagyon sok idő. Én most 31 éves leszek, ma holnap, tehát 2 hét múlva körülbelül, és hát azért 35 évesen azt gondolom, hogy azért még bele fog férni ez az olimpia, ez a paralimpia. Rohamosan fejlődik ez a sportág a parasportokon belül, és ez még azt gondolom, hogy még a londoni paralimpia után lesz egy nagyobb dömping. Esetlegesen más sportágokból átjönnek sportolók. Én nagyon-nagyon remélem, hogy egyrészt kint leszek, mert az sem biztos, hogy tudom magam kvalifikálni majd egyszer, mert tényleg olyan rohamosan fejlődik ez a ága a parasportnak, hogy most jelen esetben ott állok a képzeletbeli világranglista 4. helyén, és nem biztos, hogy esetlegesen még kijutok. Egyébként
holnap fog versenyezni Oceánka Robi barátom, egy látássérű sportról, egy tandem kerékpárral fog indulni. A legjobb eredményét tekintve 2010-ben a budapesti világbajnokság a 6. volt, és még hátrányosabb helyzetben van velem szemben, hiszen azt kell, hogy mondjam, hogy szinte semmilyen támogatást nem kap. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy felnyílnak a szemek majd így a jövőben, és a MOB és a Paralimpiai Bizottságban egy olyan team fog ezen dolgozni, hogy egy olyan sportág fog belépni idén szeptembertől a londoni paralimpia végétől a paralimpiai sportág közé, ami marketing szempontból legeladhatóbb sportág lesz. Nagyon sok előnye van a többi parasporttal szemben, hiszen együtt zajlanak a világversenyek az e-sportokkal, az egy hatalmas előny. A másik, hogy minden évben van Európa és világbajnokság, illetve világbajnoki futamok. Ez újabb megjelenési lehetőség lehet egy esetlegesen egy szponzor számára. Úgyhogy én azt gondolom, illetve hát a maga megjelenés egy mezen meg tud jelenni egy szponzor. Sokkal nagyobb sajtó nyilvánossága van, azt gondolom, mint egy vívás vagy úszásnak, vagy akár egy atlétikának, egy parasportokon belül. És hát tényleg ez egy hatalmas dolog, hogy maga a Nemzetközi Triatlon Szövetség lobbizik azért, hogy minél népszerűbb és minél több parasportból betűjön ebbe a sportágba. Én azt gondolom, hogy ehhez hasonló még nem is nagyon volt más sportágban, úgyhogy mindenképpen forradalmasítani fogja, azt gondolom, ez a sportág, a parasportot. És hogy a parasportról beszélünk, igen, ez a tendencia, amit látunk, mert most ha a sportmarketinget nézzük, ugye a londoni olimpiával kapcsolatosan egyre több vezető áll mellé, ugye Szekeres Pált mindannyian ismerjük, korábban mint olimpiai bajnok, kardvívó, most pedig ugye paralimpiai bajnok isként mellé áll, illetve Borkai Zsoltot, szintén tornász olimpiai bajnok, aki mellé áll a parasportolóknak, abszolút teljes mellszélességben támogatják a most olimpiára kimenő parasportolókat. Ez egy nagyon jó érzés, és én úgy veszem észre, hogy ez a nyugat-európai tendenciát követjük mi is, és bízom abban, hogy ez megérik 2016-ra, illetve hogy neked sikerül ezt az álmot végrehajtani, hiszen ahogy mondod, rettenetesen erősen növekszik az erő, a külföldi parasportolókban felismerik ennek lehetőségét és nagy támogatást kapnak, hát én nagyon bízom, hogy ez neked is összejön. Egyébként biztos is adnám egy kicsit Csőke Balázsnak a szót, hogy ő ezt hogy látja, hogy a svájciak szemszögéből, vagy amerikai szemszögéből, hogy milyen megítélést kapnak a parasportolók. Azért is foglalkozunk kiemelten a mai beszélgetésben a parasportolókkal, hiszen az előbb láttam itten Pásztori Dórát, aki kétszeres úszó világbajnok, illetve a Suhány Alapítványnak a sátra is itt van, tehát további információkat is meg lehet tőlük kapni. És ha már a Suhányról beszélünk, akkor Dáva Iván, aki ma ünnepli 25. vagy 52. születésnapját, nem is tudom, talán az előbbi, tehát az örök ifjú Dáva Iván is itt van, és ők is indulnak, tehát váltóban részt fognak venni, illetve ahogy említetted, Oceánka Robi is indulni fog valószínűleg Dáva Ivánnal, hiszen ő évek óta együtt sportolnak. Visszaadom a szót, egy kicsi kitérő után Csőke Balázsnak, hogy hogy látja a parasport helyzetét külföldön. Köszönöm. Amennyit én látok belőle, nyilván nem vagyok annyira benne, mint itt a Peti a parasport világában. Amit a külföldi Ironman-eken látok, hogy egyre több parasportoló indul ezeken az Ironman-eken és a fél Ironman-eken is. És hát most már nekik is kvalifikációban van Hawaii-ra, tehát nekik sem olyan könnyű oda kerülni, azt hiszem, hogy ez most lotton keresztül működik egyelőre, viszont egyre több parasportoló odáll ezeknek a páranak Ironman, hiszen ez jogosítja fel a lotton való részvételre őket, és tehát nem csak annyi nyilván az oda kell állni, hanem ugye be is kell érni ezeken a versenyeken. Ha vagyok pedig mindig azt mondom, hogy kiemelt figyelmet kapnak, hiszen az NBC ugye közvetíti a versenyt élőben, illetve utána van egy kb. 2 órás műsor, amit aztán ki is adnak DVD-en is, ahol mindig egy parasportoló is a kiemelten követett versenyzők között van. Tehát azt mondom, hogy növekszik, ugyanakkor szerintem még mindig a parasportolóknak
Peti meg tudom erősíteni, az olimpiai táv, tehát az olimpiai vagy a sprint távon való részvétel és a paralimpia való részvétel inkább a fő dolog, ami ugye egy állami sport, még az Ironman és az a VPC-s verseny pedig egy üzleti alapon működő sportág, amiben úgy gondolom, hogy mindenképp nagyobb lehetősége lesz egy paralimpiai, vagy egy para versenyzőnek itt elindulni, hiszen tényleg nagyobb megjelenést biztosít. Viszont azt gondolom, hogy ehhez még idő kell, tehát ahogy itt mondhatom, most felvetszik majd a Rióban az olimpián, tehát 2016-ban lesz először az olimpián műsorán. Szerintem ez egy nagy löketet fog adni annak, hogy hány ember indul egy féltávon, vagy egy Ironman-en, és nem vagyok benne biztos, hogy ez a lottórendszer sokáig fent fog maradni, hogyha az indulói rétszám annyira megugrik, mint ahogy te mondtad, hogy nálatok most hirtelen ennyire beugrott, tehát nyilván az Ironman is fog lépni erre, de már most is, tehát én minden verseny, ahol az elmúlt időszakban indultam, akár Ironman 70.3, mindig voltak most már paraversenyzők a világ bármely részén, és az úgy van, hogy ez csak növekedni fog a számok a versenyen. Nem tudom, Peti egyetérte velem, szerintem igen. Igen, hát ha csak azt nézzük, hogy például 2009-ben, mikor Ausztráliában életem első világbajnoki címét megnyertem, akkor még olimpiai táv volt, és 2010-ben meg Budapesten már sprinttáv volt a VB-n, és hát ugrásszerűen megnőtt akkor is a létszám, pont abból kifejezőleg, ugye, hogy vannak olyan sérültek, tehát azt tudni kell, hogy 6 féle kategória van a triatlonban a parasportolóknál, összehasonlításképpen például az úszóknál 10 féle kategória van, tehát 6 féle kategória van, és nem feltétlenül az én kategóriám, de minden kategóriában ugrásszerűen megnőtt a létszám, hiszen mint ahogy az előbb is mondtad, ugye az Ironman versenyeken akkora mezői nincsen, mert viszont vannak olyan sérülések, ahol mondjuk nem tud végigmenni egy maratonon bűlábbal, mert tönkreteszi a csonkját, vagy nem tud hand cycle-al ezzel a kézi ciklivel végigtekerni 180 km-t, és az olimpiai táv is sokaknak még hosszúnak tűnt, viszont a sprint már azt gondolom, hogy egy olyan táv, amire még hogyha egy más sportágból át is jön az ember, akkor még egy világszinti versenyzőt is lehet belőle forradni. Köszi szépen, Péter, és még azért annyit szeretnénk elmondani és tanulni egy pici reklám, hogy a verseny főszervezője, az Elcsényi Miklós, tehát Muki, a beérkezett nevezési díjak egy részét elkülönítette, amelynek egy részét a Suhany Alapítvány támogatására fordítja, a másik részét pedig Boronkai Péter számára a további versenyek finanszírozására fordítja. Tehát kedves versenyzők, nagyon-nagyon köszönjük a nevezési díjatokat. Habár hallottam egy-két olyan hangot, hogy van, aki sokalja, van, aki egyetért a verseny színvonalával, de a versenyzők nevében, illetve a Suhany Alapítvány nevében köszönjük szépen minden támogatást. Ebből Balázs meg fog engem erősíteni, azt gondolom. Igen, hát magyarországi szinten azt gondolná az ember, hogy milyen drága ez a nevezési díj. De megmondom őszintén, hogy én amikor elmentem a sajtótájékoztatóra, én már azzal csak nyertem. Attól eltekintve, hogy én most itt vendéginduló vagyok, attól eltekintve, hogy azt gondolom, hogy nem olyan hú, de nagyon drága, illetve most az előbb felmerült ez az Ironman Lottery, amivel én kijuthattam volna idén Hawaii-ra. Márciusban jelentkeztem is rá, és jelentkezni akartam rá, de aztán elnéztem egy dátumot, és egy héttel lecsúsztam róla, sajnos. Pedig pont ideális lett volna, mert a múlt évben én csináltam Mallorcán egy versenyt, 70.3-at, illetve idén ugye Zürichbe megyek, és így az alapfeltétele az, hogy az ember elindulhass, vagy az alapfeltétele az a Latterin is, hogy elinduljon az ember egy hivatalos VTC 70.3-ban, vagy egy Ironman versenyen. Na már most én azt gondolná az ember, hogy nem is tudom, valaki, egyik ismerősemmel beszélgettem a minap, és mondta, hogy
fú, és kifizetted a 650 frankot? És akkor mondtam neki, hogy nem, mert nem tudtam volna elmenni. Tehát egy hivatalos WTC Ironman verseny 4-500 eurónál kezdődik. És bizony az nem kevés pénz, és ez a svájci Ironman is közel 140 ezer forintomba kerülne csak a nevezési díj. Úgyhogy azt gondolom, hogy az, ami persze ez egészen más szinten van ez a verseny, de higgyétek el, hogy az, amit holnap, amiben holnap részesültök, meg az, ami a versenyt megelőzi, meg a verseny utáni ceremónia, az meg fog térülni. És azt gondolom, hogy sportra soha nem szabad szűkölködni, hogy az ember erre ne költsön, hiszen az egészségünkről van szó. Adott esetben nyilván ez nem egészséges, amit mi csinálunk, mikor nyírjuk magunkat, de ezt higgyétek el, hogy ez megéri. Más a kocsmában eliszik ezt, ennyi pénzt, ennyi nevezési díjat körülbelül, úgyhogy azt gondolom, hogy inkább a sportra költsünk és a saját egészségünk megérzésére. Köszi szépen Péter, mint egy arszpolitika is szólt ez a dolog. Viszont én most Csőke Balázsnak adnám ismét a szót. Sajnos itt Magyarországon érte múlt héten egy kerékpár, illetve motoros balesetet, kerékpárolás közben egy baleset érte. Én nagyon-nagyon örülök és nagyon köszönöm Péternek, Balázsnak, hogy itt van velünk, hiszen ő holnap indul a special távon. Hát ez kellemetlen, hogy pont Magyarországon történik ez veled, ides hazádban épp, hogy hazajössz, van egy ilyen. Egyébként hogy vagy, tehát hogyan készültél erre a versenyre, mik a hosszú távú célok? Igen, hát múlt héten volt egy sajnálatos baleset, amit úgy gondolom, hogy viszonylag jól vagy könnyen megúsztam. Egy motorosnak nem tetszett, hogy én az úton kerékpározom. Azt hiszem, nem szégyen azt mondani, mellém jött és minden szó nélkül ellökött és továbbment. Azt hiszem, hogy nem lehet épesző magyarázatot vagy indokot erre találni, úgyhogy nem is keresek, meg nem is tartom annyira az illetőt, hogy akár beszéljek tovább erről a balesetről. Én 4 hete versenyeztem Texasban, egy Ironmanán, ami a havai kvalifikációnak a része volt, és következő Ironmanen július 1-én ez Klagenfurtban, ami szintén a havai kvalifikáció miatt indulok rajta, illetve nagyon szükségű, nagyon fontos lenne, hogy minél több pontot szerezzek. Tehát ez a mostani verseny úgy szántanak, úgy is van az edzéstelen felépítve, hogy talán egy ilyen utolsó erős edzésnek próbálom venni. Nyilván ez a speciál táv nekem nagyon, nagyon jó kor jött, hogy a hosszú bicikli után viszonylag egy rövidebb futást, tehát nem nyírom ki magam, mondjuk így a futás részt, az Ironman-be. A második 21 kilométer az, ami akár egy hónapra, vagy akár kettőre is kivonja az embert a forgalomból, talán mondhatom így. Tehát én magam részéről mindent meg fogok tenni, hogy a legtöbbet kihozzam magamból. Nyilván a biztonsága, pláne most ez az esés után nekem a legfőbb dolog. Ugyanakkor tegnap volt szerencsém ezen a pályán egy kört menni, tehát hiszem, aki volt már rajta, az egyetért vele, hogy ez egy nagyon nehéz pálya. Nagyon okosan kell rajta szerintem menni, tehát nyilván itt, hogy kijövünk a vízből, mindenkinek hatalmas adrenalin lesz a vérében, hogy elindulunk, és lehet fölfele menni 30-40-50-nel kimenni a óhajt. De aztán, amikor menni kell majd másodszorra, harmadszorra, vagy ugye hosszabb távon indulok, tehát negyedik, ötödik, hatodik körben, tehát arra próbálok figyelni, hogy viszonylag egyenletes köröket menjek, már amennyire remélem ez lehetséges lesz. A futáson pedig nem lehet tudok, az Ironman iramonat szeretném futni, tehát egy viszonylag erősödő bicikli volt, tehát akár egy negatív köröket is talán megpróbálok, vagy egy negatív második felét a versenyek menni. Az Ironman iramot szeretném gyakorolni, ez a kis viszonylag rövidebb táv alatt, de hát mint tudjuk, ugye ez egy hosszú távú verseny, tehát minden lehetséges, és onnantól kezdve, hogy eldől a rajtpisztoly, mivel nekem is ezer szituációkkal vagy döntéseket hoznom, én igyekszem, és nyilván minden meg fogok tenni, hogy mindig a lehető legjobb döntést hozzam meg. De még egyszer mondom, azt hiszem minden versenyző ezt elmondta, hogy a biztonság az elsődleges
és a legfontosabb dolog, amivel nagyon remélem, hogy nem lesz senkinek gondja holnap. Van egy olyan információ, ugye, amit legtöbbünk ismerünk, hogy te a mezőny egyik legjobb úszója, kitűnő úszó vagy. A Tagyatádon ugye kétszer és egyszer egy másik, aztán utána a saját időrekordodat döntötted meg, úszórekordot. Viccesen, illetve idézőjelbe téve, hogy birkózzol ezzel a teherrel? Én úgy gondolom, hogy holnap azért nem lesz annyira könnyű dolgod, mert itt a mezőnyben van még más jó úszó is. Most ennyi is futnék ennyire előre a dologra, az előbb láttam őket. Szintén a Long Distance Triathlon Teamnek a tagjairól van szó. Hogy bírod te ezt a terhet? Legjobbként kijönni a vízből, és utána végig üldözöttnek lenni a pályán. Holnap kiderül, nem tudom, hogy... Igazából megmondom ezt, hogy nem versenyeztem lassan 4 éve Magyarországon. Nem tudom, hogy pontosan mire számítok. Én a saját formámat sem tudom egyelőre megítélni pont az esés miatt, hiszen azért megmondom őszintén, érzem azért az esésnek a hatását, főleg a csípőn azért fáj, és emiatt a pont vízbe sem voltam majdnem 10 napot most már, nem úsztam. Ugyanakkor meg minden hosszú távú verseny, itt is igaz szerintem, hogy nem az úszáson nem lehet nyerni, csak veszteni egy ilyen verseny. Én úgy gondolom, hogy az ilyen taktikai dologról, hogyha beszélünk. Én próbálom a saját iromot úszni az első pár száz méteren, ami nyilván nem lehet. Tehát én próbálok gyorsan úszni magamhoz képest, és aztán meglátjuk, hogy ki lesz ott, meg ki nem. De még egyszer mondom, nem törekedem arra, hogy ezt a vízből elsőnek jövő kis státuszt megtartsam, vagy megerősítsem. Azt hiszem, hogy ezen a verseny a kerékpárnak lesz a legnagyobb szerepe, tehát próbálok bár a vízben is arra készülni, hogy a biciklin adjam ki mindent magamból. Péter, te hogy készülsz a holnapi napra? Van-e valami esetleg taktikád a 70.3-ra, illetve hát ugye neked egyfajta lépcsőfog az Ironman felé ez a verseny? Kijavítalak, ha nem maragszol, a speciál távon indulok én is. Hát igazából nincs úgy semmilyen taktikám, úgy élvezni szeretném. Tehát, hogy végig menni, jó edzésnek szánom ezt, egy hosszú napnak, egy hosszú edzésnek az Ironmanre. Még úgy időt sem tudok mondani, hogy mi az, amit szeretnék menni. Igazából nem szeretném magam nagyon szétcsapni a holnapi nap folyamán. Majd este a bulim esetleg, de ugye a pályán nem. Egy jó edzésnek szánom, és annyi, hogy nyilván vigyázok magam, hogy ne törjem össze magam, ne sérüljek le. Például most két héttel ezelőtt voltunk a bécsi fél Ironman versenyen, és hát ott a biciklin az első 50 kilométeren nagyon nyomtam neki, tehát a 37 fölötti átlagot mentem, ami az én szintemben nagyon jó, tehát ilyen 37,4 vagy valami ilyesmi, és nem, az teljesen sik. És hát ott egy olyan 50 kili környékén úgy éreztem, hogy hú, hát ez még utána lesz még, azért van még 40 kilométer, meg még lesz még egy 20 kili futás is, és akkor úgy kicsit visszavettem. Hát, és nehéz nekem, mert ugye én sprinten versenyzek, én ugye most áprilisban voltam Európa-bajnokságon Izraelben, sprintversenyen, egy madridi VB előversenyen, szintén sprinttávon, és nagyon nehéz átálljak ezekre a hosszú versenyekre, és nem nyomni neki, és nem visszafogni magam, hogy hoppá, öcsi, ez hosszú táv, tehát gondolkozzál el, és oszd be az erőt, és ez a nagyon nehéz dolog ezzel küzdködni. Úgyhogy majd próbálok én is egy egyenletes tempót felvenni, és végig azon a etapon végigmenni. Picit, hogyha nemzetközi vizekre evezünk, ugye, ez az év nagyon izgalmas a triatlon életében rengeteg dolog miatt. Az egyik ugye az, hogy ugye olimpia lesz, és már 4. alkalommal fog a triatlon az olimpián szerepelni. Másik olyan fontos dolog, hogy a kerékpársport egyik meghatározó nagy alakja, aki korábban junior triatlon világbajnok volt, visszatért a triatlonba, ez az úriember pedig a Lance Armstrong, akkor ugye 7-szer nyert Tour de France versenyt, illetve hát számos bajnokságot.
hogy ez egy nagyon izgalmas évő, elkezdett már versenyezni, indult féltávon, és így szépen gyűjtögeti magát. Balázs, te hogy látod a Lance Armstrong-féle történetet? Bizonyára a triatlon sport ebből profitálni fog, hogy a kerékpáros, egy nagy kerékpáros visszatér a triatlon sportba, illetve hogy látod Lance esélyeit? Arról, hogy megint ki kell javítsanak, lehet, hogy nem tudjátok a tegnap előtt híreket, hogy ugyan Iron Man a Nizzába termeszt az első Iron Man-jét, és csütörtök, szerd este jött ki egy határozatra, szerint Lance Lee-re elküldötták az összes triatlon versenytől. Egy korábbi ügyét vették elő, és az amerikai szövetség, az amerikai dopingellenes szövetség felfüggesztette a versenyzési jogát, ami az a VTC kb. Egy órán belül csatlakozott, és őt is átültották. Most igazából elég kellemetlen, mert eddig nagyon sokat profitált belőle triatlon. Tehát az a média érdeklődés a verseny iránt, amit én saját magam is megtapasztalhattam idén februárban, Panamában, majd áprilisban Galvestonban, Texasban, mind a kétszer féltávon indult. Tehát egészen elképesztő volt, hogy külön profi depót kellett csinálni, ahova biztonsági emberek hada után léphettünk, de mi profi versenyzők. Maga külön a sajtótájékoztató, a profiknak egy briefing is egy gyakorlatilag egy reptérhez hasonló biztonsági ellenőrzés után lehetett belépni. Tehát hatalmas érdeklődés volt. Az NBC pont a múlt héten jelentette, hogy élőbe közvetítették volna az egész versenyt Armstrong miatt, illetve hát mivel a mögötte lévő csapat tudta ezt elintézni, elsősorban Nike-nak az eleje közrejátszott ebben. Azt gondolom, hogy mindenképp profitáltunk eddig belőle, remélem majd fogunk is. Jelenleg egy nagyon nagy brandet épített fel az Iron Man is köré, tehát igen, maga a VTC-nek a főoldalán is neki külön része van. Maga a Armstrong alapítvány is elég keményen beszállt most már az Iron Man-be, tehát a rákkutatás és gyógyítás is profitált belőle, és megmondom őszintén, nekem minden tiszteletem az övé volt, hiszen 41-42 évesen a világ legjobbjait verte most már meg triatlonba, tehát nyilván nála már a pénz sem motiváció, hiszen többször is dollármillió most, tehát ő már nem ezért csinálja. Ami pozitívum volt eddig, most az elmúlt egy nap, két napnak a hatását úgy érzem, hogy most ez nagyon hirtelen visszaesett negatívba a külföldi szaksajtót és a normál sajtót olvasva, hogy akkor most mindenki megvádolta az Iron Man-t is egy kicsit, hogy akkor behozta most ő is ide a dopingot, vagy ez hogy működött. Remélem, hogy ez gyorsan tisztázódni fog. Az biztos, hogy most az első Iron Man-jét Nizzába el kell használni, és ezáltal a havai kvalifikáció is veszélybe került neki. Ami talán talán érdekesség ebben a dologban, hogy a jelenleg már ötszörös világbajnok Craig Alexander nyilatkozta egy hónappal ezelőtt, hogy az ő szponzori kötelezettségei körülbelül duplájára ugrottak Lance miatt, hiszen most már a Craig Alexander és a többszörös női bajnok Chrissy Wellington a közösen edzőtábort szerveztek volna Hawaiion. Úgyhogy most itt elég sok dolog alakult át, szerintem a jövő hétre már okosabbak leszünk, hogy mennyire befolyásolt ez a dolog. Amennyire ez most fent volt, ez a média érdeklődés pozitív irányba, úgy gondolom, hogy most annyira esett le egy nap alatt negatív irányba. Reméljük, hogy ebből legalább a nullára valahogy vissza tud jönni a sportág, és a neve marad csak itt meg Armstrongnak, nem az, hogy amit ugye most a negatív hangok sugaltak, hogy akkor behozta azt a doping, hogy ez a triatlonra is sajnos. Igen, ez abban a szempontból valóban kétes megítélést van maga után. Ami viszont jó, hogy ugye nem csak a világbajnokságokon, ugye természetesen az olimpián, de itt a magyar versenyeken is, illetve a világ számos helyen versenyeken doping vizsgálatot végeznek, ugye van, amikor automatikusan a férfi női első hármat, illetve egy tízből még valakit visznek doping vizsgálatra, még a kisebb versenyeken is. Tehát hál' Istennek
a sportág tisztasága, illetve azok, akik ugye folyamatosan teljesítenek, hogy a Chrissy Wellington hölgyeknél, mint a Greg Alexandert említetted, ők valóban évek óta ott tudnak lenni, és kemény munkával vannak ott. Hát nagyon bízunk abban, hogy ez a sportágnak nem lesz természetesen semmi negatív hatása. Mellesleg ugye hát az Ironman-nek a Nimbus-a, amit említettétek többször, hogy rengeteg kvalifikációs verszió van, tehát olyan magas az Ironman Nimbus-a, hogy még az age group, tehát a korosztályos versenyzőknek is már kvalifikálni kell magát. Illetve aki még nem hallott esetleg el a triatlon lottóról, arról még egy pár szót azért szólhatnak, hogy ez hogy működik, ez mi is. Igen, az úgy, hogy ez a age group-osokra vonatkozik, illetve a parasportlókra is most már egy pár év, azt hiszem pontosan, ők is nem régen kezdték ezt. Tehát ez úgy működik, hogy ugye a maga a Hawaii versenyre való kvalifikáció úgy történik, hogy az embereknek el kell indulni előtte egy hivatalos Ironman verseny, ahol minden korosztályban adott számú ember helyet szerezhet a Hawaii világbajnokságra. És körülbelül azt hiszem, hogy 80 darab lottóhely van, amire eddig úgy működött, hogy az ember befizetett, pontosan nem tudom megmondani, mennyi dollár, ilyen 100 dollár körüli, ilyen 100 dollár körüli összegért lehetett egy ilyet venni, amivel egy lottó sorsolásszerű eseményen kiválasztottak 80 embert, aki bekerülhetett. Ugyanaz annyira módosult, aki már legalább 10 Ironman versenyen célba ért az életébe, hivatalos versenyen, ő automatikusan bekerült ebbe a dologba, és abban az évben eredménytől függetlenül részt vesz a lottó sorsolásba, és ezáltal egy 80 ember juthat el Hawaii-ra, anélkül, hogy helyezéssel kvalifikálta volna magát, ami igazából van, aki azt mondja, hogy ez jó a sportágnak, valaki azt mondja, hogy nem, hiszen ugye azt tudjuk, hogy Hawaii-on meg a legtöbb Ironman verseny 17 órán nevezési, vagy a célba érkezésre a limit idő, és ugye vannak részidők is, tehát 2 óra 20 perc az úszásnál és 10 óra a kerékpározáson, és ugye akik ezt nem teljesítik, azoknak a nagy része a lottózók körül kerül ki, tehát akik valószínűleg nem voltak még olyan állapotban, hogy akár ezt a világbajnokságon ezeket a színidőket teljesítsék, tehát van egy ilyen negatív oldal és ennek a dolognak, hogy ez közülük kerül ki, ami mindig ugye nyilván rossz véleményen lesznek esetleg a versenyben, vagy ez egy rossz attitűdje lesz ennek a dolognak. Én a magam is úgy gondolom, hogy a lehetőséget mindenképpen jobb, hogy több embernek megadjuk. Akivel és akár nem teljesítette a színidőt, az is becsülendő, hogy megpróbálta. És én biztos vagyok benne, hogy az jövőre kétszer olyan keményen fog egyszerűen, hogy akkor befélni akár az úszásba, vagy akár még parazásba, vagy akár a végszintűbe. Erre egyébként volt több példa is, akik egyik éve nem tudták befejezni időre az úszás szokott általában a legkritikusabb dolog lenni, hogy jövőre tényleg akár fél órát javítva teljesítik az úszó szintet. Tehát biztos, hogy egy nagy motiváció, amikor kijön az ember a vízből, hávén, és azt mondják neki, hogy akkor nem mehet tovább. Ez biztos egy óriási előtt az elkövetkező egy év jegyzéshez, hogy akkor jövőre ez ne történjen meg. Mi az, amit, hát már csak a pár percig maradt őszintén szólva az angol nyelvű technikai értekezésnek, mi az, amit még egy pár szóban esetleg a holnap induló versenyzőknek, vagy első bálózóknak tudnál javasolni? Milyen tanácsot adnál nekik? Hát az első és legfontosabb, hogy semmi új a verseny napján, tehát úgy felszerelés, táplálkozás, hogy ma este mit vacsorázik az ember, ez talán az első és legfontosabb, hogy semmi olyat, ami ismeretlen vagy szokatlan. A második pedig az, hogy hosszú lesz a nap, tehát nem kell az első két körön, akár most vagyok, tehát az első felén a biciklinek úgy gondolom, hogy nem ott kell megpróbálni, megmutatni, hogy ki mennyire erős. Hosszú a nap, és ez mindig mindenkinek legyen a fejében, hogy nagyon hosszú a féltáv is ezen a távon, vagy ezen a pályán. A speciál táv, az Iron meg aztán ugye az meg annál hosszabb nincs. Tehát várni. Amikor majd az embernek lesz ereje még 20 kilométernél, akkor aztán lehet az embereket előzni. De tényleg az első pár óra, azt mondom, a versenynek inkább könnyebben essen, mint egy picit is nehezen. Tehát hosszú lesz a nap, és ne hagyjátok magatokat
belevinni a esetleg a nagy irányba, vagy olyan emberrel menni, aki nem adti kategóriától, hogy úgy gondolt, hogy jól érzem magam, inkább lehetek egy kicsit erősebb a biciklit, mint terveztem, vagy nagyságban nem eszek annyit, mert nem vagyok éhes. Ezek a dolgokra jól kell figyelni, hogy biztos legyen ez a célbeérkezés a végén. Köszönjük szépen a hasznos tanácsokat, és most akkor átadnám az utolsó szójogát Boronkai Petinek, hogy a suhanyosoknak mit üzen, hiszen örömmel látjuk Pásztori Dórit, akit az előbb ugye említettünk, most már ott ül a suhany asztalnál a sátorral. Peti, mit üzensz a suhanyosoknak, mit üzensz a Váltónak, mit üzensz Ocelka Robinak? Hát a suhanyatok, és csak keményen. Azért holnap tényleg valóban nagyon-nagyon meleg lesz, és azért a frissítésre figyelni kell, mert azt nagyon el tudja nézni az ember. Úgyhogy tényleg nem csak a suhanyosoknak, hanem mindenkinek mondom, hogy figyeljetek a frissítésre, mert tényleg hamar ki tud venni itt az energia ebben a melegben az emberből. Úgyhogy ha lehetőség van rá, akkor nap te is. Tehát kenjétek le magatokat, mert csúnyán le tud az égni az ember. És hát az első bálozóknak pedig azt javaslom, hogy nem feltétlenül versenyként kell ezt felfogni, ez egy jó teljesítmény esemény lesz, egy teljesítmény túra, hogy így mondjam, ahol a saját határinkat feszegetjük, és megtudjuk, hogy mire vagyunk képesek. Úgyhogy sok sikert kívánok mindenkinek a holnapi napra, úgyhogy hajrá! Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgető társaimnak az interjút, tehát a beszélgetést, tehát Csőke Balázsnak, aki ugye többszörös Ironman teljesítőnek magyar bajnokságon nagyon előkelő helyezéseket ért el, illetve Borongai Péternek, aki paratriatlon világbajnok, Európa bajnok, most igazából már elég sok érmed van, majd összeszámoljuk, hogy mennyi, de azt hiszem világbajnokiból van legalább 2, Európa bajnokiból is most már 2, 4 van az izraeli, 1-4. Az ezüst.